Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Ádám vagyok, és el is érkeztünk a legújabb videónhoz, amiben nem másról lesz szó, mint egy kis barkácsolásról, ugyanis nem más történt, mint hogy a Diagostini kiadó felkeresett, és elküldték nekem a Robot Zsaru figurájukat, ami a legújabb figurájuk. Szerintem az elején nézzük is meg, hogy mi érkezik a csomagban. Szóval, mi is van a dobozban? Első körben a Diagostini elküldte az első előfizetői ajándékot, amely nem más tartalmaz, mint ezt a kifejezetten csinos, fehér mappaszerűséget, amiben három nagyon szép, fényes papírra készített plakát található. Ezek mind egy-egy pillanatképet mutatnak be a kultikus filmből. Emellett megérkezett természetesen az első előfizetői csomag is, aminek tartalma a Robot Zsarunknak a feje, amit a hátoldalon lévő magazinban található összerakási útmutató alapján hamar össze is applikálhatunk. Valamint itt van még a második előfizetői csomag is, amelyben a főszerep a jobb lábfej, ugyanis ebből ezt tudjuk majd kirakni. A magazinokban angolul megtalálunk rengeteg információt Robot Zsaruról, a világáról, a karakterről, mindenféle érdekességet érdemes végigolvasni egyébként, találunk színfalak mögötti fotókat is, illetve nyilvánvalóan az összeszerelés is minden magazinban megtalálható, valamint kapunk egy nagyon király kis ajándékposztert is, ami elég nagy. Nos, hát szerintem azért összességében eléggé rendben van ez az első küldemény. Igazából nem húzom a szót, lényegi információkkal még jövök vissza, úgyhogy érdemes végignézni a videót. Szerintem kezdjük is el az összerakást. Szóval, hát srácok, lányok, igazából ennyi lett volna az összerakás része a Robot Zsaru első két előfizetői számának. Összességében egyébként nagyon király, mert látni, hogy egyébként azért van súlya a dolgoknak, tehát az ilyen fém dolgok, amik vannak, azok elég nehezek és van bennük anyag, illetve ugyebár még fröccsöntött műanyagból készül a többi kiegészítő része a figurának. És hát ugye, hogyha összerakjátok az egészet, akkor egy elég nagy 62 cm-es figura lesz belőle, úgyhogy nagyon király. Összességében az összeszerelés az viszonylag könnyedén ment. Voltak apróbb nehézségek bizonyos részeken, de amúgy össze lehet rakni viszonylag hamar, csak oda kell figyelni. Egyébként én mindig is gyökér voltam az ilyen dolgokba, úgyhogy én kicsit tovább húztam ezt az összeszerelést, mint ahogy általában minden ilyet szoktam, de összességében szerintem nem lehetetlen ez az összerakás, úgyhogy mindenkinek ajánlom. És hát, hogy hol is találjátok meg ezt az egészet, nem máshol, mint a Diagostininek az oldalán, aminek a linkje a leírásban található, illetve kaptok egy promóciós kódot is tőlem, amit itt láttok most kiírva, ezt, hogyha használjátok, még plusz előnyökhöz juthattok vele. Egyébként pedig még létezik egy prémium előfizetés, amelyhez még plusz ajándékok járnak. Ha jól tudom, egy állvány is a figurához, amivel így fel tudjátok állítani, és még egyéb újdonságok és plusz dolgok, amik a sima előfizetéshez nem járnak. És még amit fontos kihangsúlyozni, hogy ez újságárusokhoz nem kerül, ezt csak is az oldalukról tudjátok megrendelni, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy megtetszett, és esetleg érdekelne egy ilyen kis
összerakásos móka, akkor nézzétek meg a leírásban a linket, ott megtaláltok mindent, nézzetek körül az oldalukon, nagyon király szerintem. Szóval összességében ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha így voltatok fel, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, lent fel tudtok rám iratkozni, én Ádám voltam, legközelebb találkozunk. Sziasztok!